Amerikában hétfőn elindult egy lehetséges koronavírus elleni oltóanyag tesztelése. A legoptimistább becslések szerint, ha minden jól megy, 2021-ben lehet széles körben alkalmazható vakcinára számítani. Közben elindult a magyar gyógyszer fejlesztése is. Vendégünk Liszievicz Julianna. Aki immunológus, biológus, vegyész, jó estét kívánok. Önnek köszönhetjük az étszellenes gyógytapaszt, ugye? Az gyógytapaszt. Igen. Tehát akkor nyilván tudja, hogy készül egy ellenszer valamilyen nyavajára. Tehát az egyik témánk a mai estén. A másik meg, és akkor hadd kezdjem egy kicsikét messzebb és máshol, hogy valójában a politika tehetetlensége, az orvoslás rossz praxisa, vagy a társadalmi felelőtlenség vezetett oda, hogy ez egy ilyen világjárvány lett, ez a koronavírus járvány? Hát én nem gondolom, hogy itt politikai háttere van ennek. Egy ilyen koronavírus fertőzésre senki nem tud felkészülni. Tehát körülbelül 2002-ben volt a SARS járvány, biztos emlékeznek a nézők, ugye körülbelül pár ezer fertőzöttel, aminek a 10%-os, 20%-os volt a halálozási szintje, de lecsengett. Utána 2017-ben volt a Middle East, az araboknál egy ilyen koronavírus fertőzés, az csak pár ezer volt, az is lecsengett, óriási volt a halálozási, 40%-an meghaltak. Mindig tudtuk, hogy fog jönni még több koronavírus, el is kezdődött a vakcina meg a gyógyszerfejlesztés, de miután ez lecsengett, akkor ugyanígy lecsengett az érdeklődése, az, hogy gyógyszert és vakcinát fejleszünk. Tehát 20 éve gyakorlatilag tudjuk, hogy fog jönni egy ilyen járvány. Azt, hogy egy ilyen világjárvány lesz, azt arra senki nem számított. Tehát erre nem lehet felkészülni. Hát főleg úgy nem, hogy van ez a fatalista hozzáállás, hogy hát ez most lecsengett, ezt most megúsztuk, hát akkor majd a következőt is nyilván megúsztuk. Hát... Nem értjük a nullapontot. Nem tudom, hogy a tudomány érti a nullapontot. Ugye az első ember beteg, nem tudjuk, hogy volt-e más, vagy nem tudom, hogy tudjuk-e. Saját magában keletkezett a vírus? Vagy ő az élővilágból kapta ezt? Az élővilágból kapta. Annyit tudunk, hogy a denevérek, meg ilyen macskaszerű, Kínában élő ilyen macskaszerű állatok hordozzák ezt a koronavírust. Több mint 1500 különböző típusú koronavírust hordoznak. Ezek nagyon ritkán kerülhetnek át emberre. Tehát úgy kell mutálódniuk, megváltozniuk, hogy ember tudjon. Tehát az nem igaz, hogy az a baj, hogy megették ezeket, és attól meg, hogy ezeket eszik, és... Nem tudom, nem hiszem, hogy denevért esznek a kínaiak. Azt talán nem, de macskaféléket igen. De mondjuk megcsípett valaki, vagy megharapott valakit egy denevér, elképzelhető, hogy úgy átkerült szerencsétlen módon egy olyan törzs, ami utána elszaporodott az emberekbe. Mert most azt tudjuk, hogy ember és ember között terjed. Attól ennyire agresszív, mert ennyire tiszta terepe van? Tehát semmiféle immunitást az ember nem mutat bele szemben? Hát az egy, hogy miért ilyen agresszív, az nem az immunitás miatt van, mert ugye tudjuk, hogy a legtöbb embernek az immunrendszere leküzdi nagyon sikeresen ezt a fertőzést, tehát azt nem mondhatom, hogy... De el is kapja. El is kapja, persze, hát nincs vakcina ellene, tehát elkapja, utána leküzdi. Akiknek mondjuk érrendszeri betegsége van, magas vérnyomása, vagy idős, rossz az immunrendszere, az annak van komoly betegsége. A gyerekek, akiknek nagyon erős az immunrendszerük, ők is elkapják, csak semmelyik anyuka nem viszi a doktorhoz a gyerekét, ha kettőt tüsszög. Viszont ők egy kis inkubátorok, mert nagyon könnyen terjeszthetik a vírust. Tehát nekik nagyon magas a vírus számuk, csak nem, nincsenek olyan tüneteik. Az kimondható, hogy maga a koronavírus nem halálos, hanem attól válik azzá, hogy egy gyenge szervezetbe kerül bele. Hát az jelenti, hogy halálos. De ezáltal, tehát nem maga a vírus öl. Hát de a vírus öl. A vírus öl?
Hát a vírus által kiváltott tüdőgyulladásban halnak meg az emberek. Tehát gyakorlatilag, ha nem kerülne bele a vírus, akkor nem halná, egy sok ember nem halna meg. Akkor fordítsuk meg, azt mondja, hogy az erős immunrendszerre viszont sokkal kevésbé hat. Sőt, a legtöbben észre se veszik, hogy megbetegedtek szinte. Igen. Ez azt mutatja, hogy azért ez mégiscsak az kell, hogy én, aki befogadó vagyok, valamilyen állapotban legyek hozzá Igen. képest. Igen, igen. Tehát egy egészséges szervezetet sokkal nehezebben küzd le a vírus, vagy úgy mondhatnak, hogy egy egészséges szervezet, mint a influenza vírust, vagy akármilyen vírust könnyebben leküzd, mint egy beteg szervezet, vagy egy idős szervezet. Mi az, amit már biztosan tudunk? Azt például tudjuk, hogy férfiakra vagy nőkre hat jobban? Van ilyen különbség? Hát éppen most volt pár napja a Chicagóban a világ legnagyobb fertőző beteg kongresszusa, ami normálisan 15-20 ezer ember szokott részt venni, úgy hívják, hogy CROI. Hát most kevesen voltak, de viszont részt lehetett venni videokonferencián, és ott közölték ezt az ábrát, amit itt mutatnak. Tehát gyakorlatilag nők és férfiak is megfertőződnek, sőt gyerekek és idősek. Na most érdekes a görbe, amit a kínaiak közöltek, mert nekik van eddig még a legtöbb adatuk. Tehát az összes korosztály megfertőződik, és férfiak is nők hasonlóan. Érdekes módon, ezért én úgy látom, hogy az 50-60 közötti nőknél sokkal hosszabb volt az a vonal, mint a férfiaknál, tehát a középkorú nők, azok talán egy kicsit jobban kitettek, de vélhetőleg védettek is nagyjából. Hát ugye, hogy keletkezik, gondoljuk bele, hogy keletkezik egy ilyen adat. Akiről tudjuk, hogy beteg. Így van. Tehát mi csak azt tudjuk felvenni, akit tudjuk, hogy beteg, és már teszteltek. Az nem jelenti azt, hogy valahol, mit tudom én, Magyarországon, ha 50 embert teszteltek pozitívan, akkor nem azt jelenti, hogy nekünk 50 betegünk van, hanem hogy ennyit teszteltek le. Mert egy csomó emberen, vagy fiatalon nem látszik, nem megy el orvoshoz, mert nincsenek olyan tünetei. Tehát az egész világon sokkal több beteg van, mint amit mi le tudunk tesztelni. Hasonlítésszerűen, vagy legalábbis az embernek néha úgy tűnik, mondanak számokat, hogyha van 50 kórházban kezelt betegünk, akkor mennyi fertőzött lehet? Ezt meg lehet becsülni adatok nélkül? Tehát anélkül, adatok hogy valóban nélkül. Tesztek bizonyítanák. Becsülni biztos valaki meg tudja, én nem tudom. Tehát én nem tudok arról sem, hogy van ilyen becslés, amit tudományosan alá lehetne támasztani. De biztos, hogy ennél több. Az a feltételezés, hogy ez a vírus majd akkor gyengül el a világban, amikor az emberiség nagyobb része már megkapta, és ilyen módon a saját immunrendszere képes lesz kizárni, mert hiszen már van egy precedens a szervezetben, ez helytálló? Igen. Ez ijesztő? Igen. Tehát olyan szempontból olyan adatok vannak, hogy van egy vírus fertőzés lefolyása. Ami Olaszországban látunk, az egy Gauss görbe, ami nagyon magasra megy. Tehát a bizonyos mennyiségű ember, a terület, a Gauss görbe alatti terület, az a mennyiség, ami meg fog fertőződni, és a legtöbben túlélik, és szépen remélhetőleg nem fognak ezzel a vírussal még egyszer megfertőződni. Egy másik koronavírussal megfertőződhetnek, ezzel remélhetőleg nem. Amit mi próbálunk itt Európában csinálni, hogy kitoljuk ezt a Gauss görbét, tehát ne egyszerre, nem egy hét alatt szeretnénk, mit tudom én, több tízezer beteget a kórházba ellátni, mert ennyi helye nincs a világon, hogy el tudjuk látni, hanem szeretnénk, ha ez az egész szépen egy lapos görbe lenne. Ezért mondjuk, hogy maradjanak otthon, ezért mondjuk, hogy mossanak kezet, ne találkozzanak, ne menjenek nagy társaságba, stb. Így van. Nem jelenti azt, hogy mindenki meg fog fertőződni. Persze reméljük, hogy ez nem így lesz, mert hogyha minél kevesebb fertőzött ember van, akkor annál kevesebb a valószínűség, hogy meg tud egy másik ember fertőződni, de sokan meg fognak fertőzni. Ugyanakkor másfelől nézve meg, tulajdonképpen az is jó lenne, ha kezelhető vagy alig észrevehető módon, de mindenki megfertőződne, mert az adna az immunitást ezzel a vírussal szemben. Nyilván most butaságot mondtam orvosi értelemben, de logikailag hát ez mentene meg mindenkit. Hát van ilyen stratégia is, például lehet, hogy az angol stratégia ez. Ott nincs védekezés, tehát Angliában
semmilyen védekezés nincs, és lehet, hogy arra megy ki az egész, hogy minél többen megfertőződjenek, és utána menjen tovább a gazdaság. Mi Európában, az Európai Unióban azt szeretnénk, hogyha a legtöbb ember életet meg tudnánk menteni. Azt gondolom, ez a humánus hozzáállás. Hol tartunk az ellenállás tekintetében a kutatásokkal? Ugye a legegyszerűbb ellenállás, kapok egy oltást, és túl vagyok rajta. Hát igen. Nagyon messze járunk? Fantasztikus, hogy mit lehet látni a világon ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen Kínában az első betegeket, azt hiszem 2019. december 24-én vagy 23-án kerültek kórházba, akkor jelentették, hogy itt olyan tüdőgyulladást látunk, ami nincs. A kínaiak már január 12-én leközölték a szekvenciát. És 65 nappal később, tegnap, az első vakcinát benyomták az első volunterbe, első önként jelentkezőbe. Tehát ez példátlan. Példátlan sebességgel próbálja a világ a vakcinát előállítani. Ez a vakcina, ez egy RNS alapú vakcina, amit gyakorlatilag azért tudtak ilyen gyorsan megcsinálni, mert személyre szabott vakcinát fejlesztő cég, rá kellene személyre szabott vakcinát fejlesztő cég csinálta a Moderna az USA-ba, és ott is nagyon gyorsan kell egy ilyen személyre szabott vakcinát megcsinálni. Tehát ezen kívül legalább még 20-30 csoport fog jönni különböző vakcina. Ugye tudunk egy német csoportról, Donald Trump meg is akart őket vásárolni kilóra, mert ezt most hagyjuk, hogy ez etikailag hogy nézett volna ki. Ők például azt ígérték, hogy nagyjából márciusra megvannak, abban vagyunk most. Hát igen, megvan az a termék, amit ki lehet próbálni emberen. Az mit jelent utána? Mennyi ideig kell ezt próbálgatni? Mert ugye van, aki azt mondja, hogy engem nem érdekel, adják ide, csak ússzam meg. Hát ez a kérdés, hogy megússzuk-e ettől akármelyik vakcinától, tehát ezt kell letesztelni. Tehát először is le kell tesztelni, hogy ez biztonságos-e, mert ezek a technológiák általában biztonságosak, csak a koronavírusra ellen, mivel nincs vakcina, az is előfordulhat, nem akarom azt jósolni, előfordulhat az, hogy például meggyorsítja a betegség terjedését egy ilyen vakcina. Tehát ezt mind ki kell szűrni, ezeket a potenciális problémákat. Tehát most úgy gondoljuk, hogy az első 45 ember meg az a biztonságosság szempontjából meg fogja kapni, addig előállítanak még egy következő nagyobb mennyiségű vakcinát, és a Tony Fauci tegnap azt mondta, hogy ő azt gondolja, hogy egy éven belül fogjuk tudni, hogy van-e ezeknek a vakcináknak valamilyen hatása. Az fantasztikus nagy teljesítmény lenne, mert egy normális vakcina fejlesztés 10 évekig tart, és ha meggondoljuk, hogy 2002-2003-ban volt a SARS, és akkor elkezdtünk vakcinát csinálni, akkor az gyakorlatilag 20 év alatt nem sikerült se gyógyszert csinálni koronavírusra, se vakcinát. Tehát, hogyha mi egy éven belül adatunk lesz, hogy akármi ebből a 20-30-40-70 vakcinából egy jó lesz, akkor az óriási eredmény. Volt egy mai bejelentés, hogy sikerült izolálni Magyarországon is a vírust. Ez már majdhogy nem úgy jelent meg, hogy ez azt jelenti, hogy akkor mi elkezdhetünk reménykedni abban, hogy a magyar kutatócsoport megtalálja a vakcinát. A kettő között van ennyire szoros összefüggés? Be lehet ezt így jelenteni, mint ahogy Müller Cecília tiszti főorvos ezt megtette? Hát szerintem én úgy értettem, hogy azt jelentette be, hogy mi is izoláltuk a vírust, ami a Magyarországon terjed. Olaszok is izolálták a vírust, amerikaiak is, kínaiak is. Tehát nagyon fontos azt megállapítani, hogy amelyik vírus itt Magyarországon terjed, az ugyanaz, mint a Kínába terjedő. Olaszországban óriási, Lombardiában óriási a halálozási ráta, 10% körül van. Kínában 2-3%. Miért? Azért, mert öregek az emberek? Nem tudni. Tehát össze kell hasonlítani ezeket a vírusokat, és elképzelhető, hogy a vakcinát változtatni kell
ahhoz mérten, hogy milyen vírus terjed a különböző között. Akkor igazából itt a tudós csoportok együttműködése hozhatja a vakcinának a megszületését. Mindenben muszáj együttműködni, nem csak a tudós csoportok, hanem még a hatóságoknak is együtt kell működni, mert az nem fog menni, hogy itt éveket gondolkodnak, hogy engedélyezzék-e vagy ne engedélyezzék, ha a tudósok, a fejlesztők ilyen gyorsan mennek, a hatóságoknak is gyors döntéseket kell hozni az ember élet érdekében. Köszönöm, hogy eljött. Számítunk a szakértelmére máskor is. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.